mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Dr. Veres András győri megyés püspök áldja meg a Krisztus szobrot, amely egészen különleges módon ábrázolja Isten fiát. Magyarországon, köztéren egészen biztosan nincsen ilyen kereszt, amelyről Krisztus lehajol. Ezért mindenki Krisztusa, mert ő mindenkit magához akar vonzani. És én bízom benne, hogy ide a káptalan dombra bármelyik irányból jönnek, sokan oda fognak állni a kereszt alá, hogy őket is átölelje Krisztus. A város szakrális értékeire nagy figyelmet fordít. Ebbe az irányba egyfajta közösségi összefogás is megindult néhány évvel ezelőtt, és ennek köszönhető a káptalan dombon elkészült alkotás is, emelte ki dr. Fekete Dávid alpolgármester. Szintén egy nagyon példás összefogással a Győri Egyházmegye, a QPZRT és a város önkormányzata anyagi résztvállalásával elkészülhetett Lebo Ferenc szobrászművész úr alkotása, Mindenki Krisztusa című alkotás, amelyet itt láthatnak mellettünk, és azt gondolom, hogy valóban azok a hívek, az a sok-sok száz hívő, aki nap mint nap hétről hétre ellátogat ide a káptalan dombra, az a több ezer turista, aki megfordul a városunkban, és egészen biztosan útba ejti ezt a területet is, az most egy újabb szemegyönyörködtető alkotással tud találkozni. Az 5 méter magas kereszten lévő Krisztus bronzból készült, és kifejezetten egy győri keresztet formázott meg Lebo Ferenc. Jó egy évvel ezelőtt kezdtünk püspök atyával egyeztetni, hogy hogyan nézzen ki ez a káptalan dombi Krisztus, és ekközben alakult ki az, hogy egy kifejezetten győri keresztet fogalmazzunk meg, azt, ahol Jézus magához ölel mindenkit, így legyen ez mindenki Krisztusa. Vannak Jézusnak olyan ábrázolásai, ahol lehajol Szent Ferenchez, Szent Pelegrinhez, Szent Kamilhoz, de itt a győri kereszt az mindannyiunkhoz hajol le. Az ünnepségen Bogisics Ferenc, aki többi között a bencés harangok megújításában és a mostani alkotást létrehozásában is segítséget nyújtott, bejelentette, szeretnék széleskörű társadalmi összefogással kialakítani Krisztus 14 stációs keresztútját. Ez attól válik majd igazán győri keresztúttá, hogy a város több pontját érinti, tehát nem csak a káptalan dombot, hanem a belvárost, a Rávapartot, a Dunapartot, hiszen vizuálisan majd látható lesz az újvárosi rész, a szigeti rész, a réfalusi rész. Gondolkoztunk azon is, hogy még nagyobb kör legyen, de fizikailag nehezen megvalósítható. A tervek most készülnek, de a vállalkozó azt elmondta, elsősorban győri művészek alkotásait jelenítik meg az emlékhelyeken. Az elképzelések szerint a győri keresztút egy év múlva húsvétra készül el.